Szakadáton fontosnak tartják az idős klub működését, ahol lehetőség adódik a baráti beszélgetésekre. Sok idős ember, aki esetleg otthon magányosan tölteni az idejét, itt társaságra lelhet. Itt minden lehetőség megvan arra, hogy egyrészt, hogy melegedjenek, beszélgessenek, kis kézműves foglalkozáson részt vegyenek, úgyhogy nekem ez fontos. 20 éve egy német pályázat alapján alapítottuk, és nem is 23 éve, 2000-ben, és én annak az átadása óta szívemben viselem ezt az idős klubot, és most is, hogy nyugdíjas lettem, én vagyok a legfiatalabb idős klub tag, tehát beléptem az idős klubba, és igyekszem úgy egy kicsit felrázni, ahogy kellene működnie. Egy klub életéhez pedig az is hozzátartozik, hogy olyan elfoglaltságot kínáljon a tagságnak, ami feltölti őket. Az pedig, ha az emberre odafigyelnek, mindenféleképpen pozitívan hat a lélekre. 27 tag van. Most helyen közel, havi szinten egyszer jönnek össze az emberek, de hát lehetőség van itt ebédfogyasztásra, és most van egy szűk kör, aki minden nap itt tartózkodik, és az ebédjét itt teszi meg. Most több ember, meg mi a szociális konyha, tehát a faluba kiszállítással, tehát otthon fogyasszák el a levédjüket. A jeles napok megtartására kiemelt hangsúlyt fektetnek a klubélet alkalmával is. Nagyon készülök rá, úgy gondolom, úgy érzem, hogy mindent megteszünk, hogy jól sikerüljön, és helyen közelegebb ilyenkor nagy része eljön a klubtagságnak. Most a Német Nemzetisége önkormányzattal, mivel hát annak én mondjuk a vezetője, anyagilag csak így tudunk forrást, meg hát nyilván a férfi tagok dobják össze nagy részét, de hát az kevés, mivel kevesen vagyunk férfiak. Mindig valaki felkészül, aki méltatja az eseményt, hogy jelentőségét, és hát először kis ünneplés, vagy a ünnepi részével, vagy hivatalos része, és utána hát lazán, így ahogy mellékelt ábra mutatja, hogy tehát mindenki fölszabadul, föllazul. Ezeken az eseményeken való részvételi arány azt mutatja, hogy a helyi szépkorú generációnak van igénye erre. Voltatok itt adventkor is, tehát azt is az idős klubbal próbálom összehozni, mert ők az idősekben még benne van az a tenni akarás. Sok fiatalban nincs. Ez a tenni akarás pedig jó példával szolgálhat a fiatalabb generáció számára. A közösségépítéshez és annak összetartásához mindenféleképpen szükségesek azok a rendezvények, amelyek olyan tartalommal bírnak, ami a hagyományok ápolására alapszik. A hölgyek köszöntése is egy olyan gesztus, ami pozitívan hat a társaságra. Az ősi hit eszme nem tévedett. A nő volt, ki először létezett. Egy régi mondás a kérdést felveti. Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Örök kérdés, de szerintem itt a megoldás. Életet adni, babusgatni csak ő képes. Nevelni gyermeket, családot ellátni, néha lány mosollyal, néha szigorral, a lélek istápolásával jó útra vezetni, majd az eredményben gyönyörködni. E napsugaras tavasz hajnalán róluk menengünk, emlékezünk. A klub hölgy tagjait a rövid méltatást követően tortaszeletekkel, kedves kiszolgálással és virággal köszöntötte a férfi tagság. Ezen felül persze sokkal több lehetőséget rejt a klub élet. Szakadáti bejelentett lakcímmel kell rendelkezni, 18 évet, 18. életévét kell betöltenie. Van ugye a kérelemnek egy személyes adatokkal ugye egy része, illetve az orvossal egy egészségi állapottal kapcsolatos lapot kell kitöltetni. Lehetőség van igénybe venni az étkeztetést, itt helyben a klubba, illetve kiszállítással is igénybe vehetik a szolgáltatást. Lehetőség van fürdésre, mosási lehetőség biztosított, gyógyszerfeliratás, gyógyszerkiváltás, szakrendelőbe juttatás, orvossal folyamatos konzultáció, bevásárlásra is igényt tartanak az idősek. Nagyon sok idős egyedülálló lakik ugye a településen, így igényt tartanak a szolgáltatásra.
Hát annak örülnénk, hogyha minél több klubtag lenne. Színes programokat szervez a gondozó. Például tavaly volt rá példa, hogy Gemenci erdőbe kirándultak. A Varsádi, az intézményen belül működő másik klubbal, a Varsádi klubtagokkal együtt jeles ünnepeket megtartják. Ahogy megtartották a nőnapot is, ami igazán jó hangulatban telt a Szakadáti nyugdíjas klubban.